elfogyasztók meg elvárják, hogy legyen ott a fehérbor, meg a rozébor is. Úgyhogy nekünk egy hektárnyi vionyénk van, ugye ez már hogy számolom, ez 4%-a az egész termőterületünknek. De akartunk valami extravaganciát behozni, úgyhogy a Rumvidékéről hoztunk egy vionyé néven hallgató fajtát. Ez nagyjából a Szilá testvéreként, Szilágyi vadszülőjeként tartják számon. Szilá ugye egy vörösbor, kékszőlő fajta, ő pedig egy fehér szőlő. Ott kint, ott a Kótroti Ermitás borvidéken még bele is születelik a bionyi egy részét a szirába, mert egy ilyen fűszeresebb, izgalmas íz. Kerestük a helyét ennek a fajtának. Most mi ott tartunk, hogy egyik oldalon egy ilyen acéltartályos, faélesztős erjesztés után egy 3-4 hónapig fahordóban érleljük. De próbálunk a modern, ha úgy tetszik, reduktív technológia, meg a hagyományos ászkolás egy ilyen összférét létrehozni. Maga ez a modernitás adja ezt a frissességet, üdességet, a fahordó pedig adja ezt a szélesebb pömpölygést, vagy sejmességet, nem tudom mi az. If it become clean, you have to kiss it. You have to kiss more. Yeah, return beer. Megbeszéltük, hogy a mintát meg kell csinálni. Ja, 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 ja